Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Réti Majorban randevúztak a Hallgasztronómia barátai. Az Aranypont ZRT által rendezett találkozón felszentelték a halászat védőszentjéről elnevezett Szentpéter kápolnát is. Ez évben is megrendezték Réti Majorban a Szentpéter napi búcsút. A gasztronómiai találkozót idén a Harcsának szentelték. Köszöntőjében Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke örömének adott hangot, hogy Lévai Ferenc az Aranypont ZRT vezérigazgatója vezetésével a Mezőföld szívében egy olyan volumenű hallgazdaság épült, amelyre méltán lehet büszke a megye. Fejér megyében itt Réti Major Halország néven vált ismerté. Egyrészt egy olyan központ, amely az aktív turizmus, a természet szerető embereknek egy olyan közösségi szintere, ahol ebben a gyönyörű környezetben akár napokat eltölthetnek szálláshely lévén, az ideérkezők sportolhatnak, kikapcsolódhatnak. Másrészt mezőgazdasági szempontból is többes jelentése van, hiszen a halgazdaság, a haltermelés az ország minden pontjára kiváló minőségi magyar hal jut el innét, emellett természetesen egyéb mezőgazdasági kultúra is megtalálható. Itt. Összességében azt gondolom, hogy azt fogalmazhatunk, hogy itt Délfehérben ez egy olyan központ, ami a mezőgazdaságot és a turizmust ötvözi. Aki körbenéz, az láthatja, hogy évről évre mindig olyan fejlesztések történnek, amelyek még inkább hívogatóvá teszik ezt az egész amúgy is gyönyörű környezetet az ideérkezőknek. A mai napon épp egy kápolnát fogunk felszentelni, amely kápolna immáron az egyházi esküvők megtartását is lehetővé fogja tenni. Emellett pedig, ahogy láthatjuk, a fehér termékkereskedők, a kiskereskedők is rendszeresen kitelepülnek ide. Az is kimondott célkitűzésünk, hogy a kis és közepes vállalkozásokat, a helyi termelőket segítsük, piacra juttassuk, kiváló minőségű fehér megyei termékek kerülnek helyben is előállításra, és mi, mint megyei önkormányzat is minden lehetőséget megpróbálunk megragadni, hogy őket minél szélesebb körben megismertessük. Hála Istennek most már a megye számos pontján a nagy rendezvényeken kitelepülnek. A mai rendezvényhez is biztosítottunk mi is standokat a fehér termékesek számára, és ahogy hallhattuk Lévai vezérigazgatótól, több száz, de adott esetben ezres nagyságú vendég is fog ideérkezni. Minden adott ehhez, hiszen gyönyörű időnk van, és csodálatos a környezet, és a programok is azt gondolom, hogy hívogatóak. Általában a megye miként tudja segíteni az agráriumot, hiszen az fontos, mindennél fontosabb nálunk, hiszen a mezőföldön élünk. Az agrártámogatás kapcsán egyrészt az agrárkamarával közös programokat valósítunk meg, ez kimondottan a nagyobb termelők számára adott. Természetesen a kormányzati szerepvállalás nélkülözhetetlen. Az agrárium soha nem látott mennyiségű támogatásban részesült az elmúlt időszakban, és az ismereteink szerint a közeljövőben még inkább növekedni fognak az agrárszektor irányába nyújtott támogatások. Mi pedig a kis és közepes vállalkozások számára szeretnénk minél nagyobb lehetőséget, piacot nyitni, a helyi gazdaságfejlesztés és helyi gazdaság élénkítési programunk, a terület és település fejlesztési operatív programban ez az egyik fő célkitűzéssel indult. Nem árulok el nagy titkot, a TOP folytatásaként a TOP 2 plusz programban is komoly gazdaság élénkítési fejlesztéseket tervezünk. A legapróbb lépcsőktől kezdve, a helyi piacok létrehozásától kezdve, akár láthatjuk Székesfehérváron a Jancsárkert piacot, de a megye több pontján a termelői piacokat, hogy milyen nagy sikerrel működnek. Sukorot szoktam még saját településemet példának mondani, ahol kezdetben 6-7 standdal indítottuk el a termelői piacot, most meg már Budapestről járnak le vásárolni az emberek heti rendszerességgel, és a sportpárja környékén szombatonként nem lehet helyet találni. Tehát a legkisebb egységtől indulóan szeretnénk egészen a nagy termelőkig egy komplett fejlesztést megvalósítani, nélkülözhetetlen partnerek ehhez az Agrárkamara és Magyarország kormánya. Lévai Ferenc halország fejedelme ismét egy új projekttel jelentkezett, az ünnepiség megnyitóján jelentette be, hogy az Aranypont ZRT elindította azt a fejlesztést, amely egyik kedvenc halfajtánk tenyésztését hivatott megkönnyíteni szerte Európában. A vezérigazgató emellett örömmel számolt be arról is, hogy a rendezvényen Tóth Tamás esperes plébános megáldja Réti Major új büszkeségét, a halászok védőszentjéről elnevezett Szentpéter kápolnát. Bár minket a pandémia megkímélt, úgy látszik, az is szereti a halászokat, vagy Szentpéter védőszentünk, akinek ma kápolnáját avatjuk, volt olyan kegyes hozzánk, hogy nálunk senki nem volt beteg a pandémiával, de nagyon megsínyeltük azt, hogy mintegy 6 hónapig nem tudtunk vendéget fogadni, megállt a turizmus, és hát ahogy mindenki ebbe az országba valamilyen szinten érezte a bajt, mi ezt szerencsére tudtuk kezelni, hiszen munka van bőven, és ha a pincér éppen akkor most nem felszolgáltak, hogy jött ki a szőlőbe, és a biobor készítésbe segítkezett, mondjuk lefelé
elfejtettük a bolt addig. És hát mondhatnák még 30 ilyen példát, ami itt a nagyon fontos nekünk, és egy kicsit más is, mint amilyen eddig volt, hogy nyertünk egy uniós pályázatot, aminek a lényege az, hogy négy országgal, tehát Ausztria, Németország és Szlovéniával közösen egy olyan harcsás projektet csinálunk, ami olyan hibridet állít elő európai harcsából, amelyik a belső fogyasztását Európának enyhíteni kívánja, olyan technológiát dolgozunk ki, hogy a portugál vállalkozó épp úgy meg tudja csinálni, mint mondjuk a békésszentandrási magyar, vagy akár a szlovén hegyek között lévő. A lényeg az, hogy olyan harcsát neveljünk a szilurusból, a mi halunkból, az európai harcsából, amelyik csodálatos ízű, ipari módon termelhető, ipari módon tenyészhető, és olyan tápot tudunk hozzáadni, ezt az Aquagarant cége az osztrák kapcsolatok jó voltából, amelyik mindenkinek gazdaságos és biztonsága használható. Nagyon fontos az élelmiszer biztonság, látjuk azt, hogy milyen szennyezettek a tengereink, látjuk az élelmiszereknél, micsoda óriási különbség van a minőségben, és én hiszem azt és vallom, nem azért, mert ez most egy jó propaganda szöveg, hogy nekünk itt hol a saját élelmiszerünket meg kell termelni, mert ennek látjuk a biztonságát, ennek látjuk azt, hogy honnan jött, milyen vízbe tartottuk, milyen tápot kapott, és milyen minőségű hal jön ki belőle. Isten mentsen a tengeri halak szituációját, amikor nem tudjuk elképzelni, hogy melyik tengerből milyen szennyezése került hozzánk egy hal. Nem mondom a misét, de mindenki látja a Fukushima 1,5 millió tonna szennyezett vizét, amit vissza kell lopni a tengerbe, a 20 milliós nagyvárosokat, amik most éppen Törökország kínlódik azzal a óriási alga takonnyal, amiből se halászni, se kijönni a kikötőkből fél Törökország nem tud. Tehát megvan a környezetvédelmi problémái a világnak. Csodálatos kis sziget vagyunk ebbe, és nagyon fontos lenne kihasználni saját magunknak. Ez a Szirgen Halcsa program, azt majd nézzük meg, amikor látjátok, ez pont arról szól, hogy beérett az első vetés, és ma halcsafőző versenyt tartunk. Azért tartunk halcsafőző versenyt, hogy népszerűsítsük, hogy mondjuk azt, hogy nem csak karácsonykor van már halcsa, elérhető máskor is, és nem csak afrikai halcsa van a piacon, hanem európai vagy magyar halcsa is. A másik, ami legalább ennyire fontos, itt a Magyar Nemzeti Vidékhálózat. Örülünk annak, hogy ennyiféle kézműves termék, ennyi kis gyönyörűség, ennyi étek, ennyiféle jó kóstoltató itt tud lenni Rétimajorba. Nekünk is fontos az, hogy most az udvariakkal megegyeztünk, hogy a lekvárellátásuk az most már onnan fog jönni például, vagy a sajtos kolléga, aki csinált egy szenzációs sajtot, mondta, hogy szívesen beszállít a konyhánkra, és örülünk annak is, hogy ők is kérdezték, hogy hogy lehetne halhoz jutni. Hát például így megtaláljuk egymást egy kicsit, újra meg kell találnunk azokat a magyar partnereket, azokat a kézműveseket, akiknek a termékeit árulhatjuk, akinek a dísztárgyait fölrakhatjuk és árulhatjuk. Örülök annak, hogy virágos jött ide. Micsoda nagy dolog, hogy itt van egy leándeges, aki virágot árul vidéken. Tehát én nagyon hiszek abba, hogy ezeknek a rendezvényeknek, mindegyiknek megvan a maga kis pozícionálása, hogy jobban, könnyebben és egyszerűbben itthon jól élhessünk a saját magunk tehetségéből és tudásából. És hát ami nagyon fontosnak tartunk, hogy a múzeum mellé fölépült Szent Péter kápolnája. Hiszünk abba, hogy a Szent Péter, akire Jézus rábízta a nyáját és kősziklaként vezette, a tanítványaival együtt, akik szintén halászok voltak, valahol úgy érezzük, hogy kicsit alapjai a halászok a keresztény hitnek és annak az elkötelezettségnek, ami jellemző volt akkor is a halászokra, és hát a múzeum mellett ez a kis kápolna együttes egy olyan lehetőség, hogy esküvőket tartunk, keresztelőket tartunk, és itt kinn a környezetben, a természetben minden igazabbnak hat, még az az igen is, ami aztán sajnos nem mindig tart ki sokáig, de hát Istenem. Az ünnepen képviseltette magát a vidékfejlesztésben érintett szakmai szervezetek, közösségek, helyi szereplők együttműködését koordináló Magyar Nemzeti Vidékhálózat területi képviselője Molnár Tamás is, aki elmondta, legfontosabb céljuk a vidék társadalmi-gazdasági fejlődésének felzárkóztatásának segítése, valamint a támogatási források hatékony felhasználása. Nagyon fontos az, hogy az agráriumban, a mezőgazdaságban minden részre ki tudjon terjedni a figyelem, és azok a lehetőségek is, amik egyébként Európai Uniós vagy kormányzati támogatásból lehetségesek, azok a források eljussanak a megfelelő helyre. Nem csak búzáról, kenyérről szól a mezőgazdaság, hanem valóban nagyon sok szerteágazó kis terület is van, ilyen a halgazdaság is, ami valóban nem állunk túl jól halfogyasztás tekintetében, de azt azért elmondhatjuk, hogy folyamatos fejlődés és növekedés van az egyének halfogyasztási szokásában. És ennek nagyon nagy, nagyon fontos letéteménye az, hogy azok a halgazdaságok, akik termeléssel, gazdálkodással foglalkozzanak, ilyen napokat is tudjanak tartani, ahol a közönség el tud jönni és meg tud ismerkedni azokkal a halételekkel, amelyekkel eddig lehet, hogy nem is találkozott, és lehet, hogy kedvet hoz számára, hogy jövő héten a boltban megvásárolja azt a halat. A Magyar Nemzeti Vidékhálózat tud támogatni minden olyan programot, amely közelebb hozza a lakossághoz az agráriumot és az agráriumnak a működését, tehát populárissá tudja tenni az agráriumnak a mindennapja.
hiszen megismerteti a Fejér megyeiekkel, de az egész ország lakosságával az agrárium működését, és tudja támogatni azokat a pályázatokat, amelyeket akár a kisgazdálkodók, akár a nagygazdálkodók számára fontosak lehetnek, és ebbe tudunk segíteni mentorálással és szakmai segítségnyújtással. A nap egyik fénypontja természetesen a különböző halból, elsősorban harcsából készült finomságok elkészítése volt. Ebben élen járt a Sárbogárdi Mozdulja Városért Egyesület tagsága, akik szakértő módon álltak hozzá a cseppet sem köznapi feladathoz. Elég sok vörös hagymát, egy kevés kis paprikát, paradicsomot, a fejet, farkat feltesszük az alaplébe, és akkor ezt megfőzzük jó sokáig. És amikor már teljesen szétmegy, akkor átpasszírozzuk, és akkor feltesszük újra, jó lobogó, hogy jól lobogjon, és akkor tesszük bele a piros paprikát, és akkor tesszük bele a lesózott halszeleteket. És akkor így készre főzzük. Mennyire fontos a Mozdulja Városért Egyesületnek egy ilyen nap, hiszen azért azt tudjuk, hogy ez egy legendás találkozó mindig. Igen, hát ez különösen nagyon fontos, mert a vírus miatt nem tudtunk összejönni, a március első szombatján szokott lenni a Kolbásztöttő fesztivál, amit a Sárbogárd Mozdulja Városért Egyesület szokott szervezni, és azóta nem, szóval az idejében még nem voltunk együtt, és nagyon megörventünk, amikor hozták a hírt, hogy ez a találkozó lesz, és akkor itt találkozunk a kis barátainkkal, ismerőseinkkel, majd csatlakoznak még hozzánk délután a többiek. Mi kezdtük a reggelt, és akkor majd folyamatosan jönnek a társaink. A napsütéses szombaton megerősítetett a kiérlet szakmai munka, a közösség megtartó ereje kivételes lehetőséget nyújthat, ha a gazda él a lehetőséggel. Erre pedig kiváló példa Halország sikeres működése és folyamatos fejlődése. Most pedig nézzünk meg egy filmet, amely a vadgazdálkodás mindennapjait mutatja be. A vadhús bio jellegű természetes ökológiai környezetből származó húsfajta, amely rendkívül egészséges, a legnagyobb mértékben tartalmazza a fehérjéket a húsfajták között, természetes vitamin és ásványi anyagforrás. A nagyüzemi hústermelésben keletkező húsokkal ellentétben a vadhús termelése során a vadon élő állatok étrendje, takarmánya a lehető legtermészetesebb. A nagyüzemi hústermelő állatállományok az intenzív tartás során a nagy egyensúlyűség, a stressz, a nehezen teljesíthető higiéniai feltételek és a rendkívül intenzív életciklus miatt folyamatosan gyógyszerezésre szorulnak. Ezzel szemben a vadlegelőkön nincs mesterséges kártevőírtás, nincs vegyszerhasználat, helyette változatos összetételű, gyógynövényekben gazdag táplálék, amelyet a vad a természetes igényének megfelelően fogyaszt. A legmagasabb szintű nyugat-európai és hazai követelményeknek megfelelő termékeket tudjuk előállítani. Gyakorlatilag név szerint, tehát Vadex név szerint keresik Nyugat-Európában a termékeinket, és ez semmi másnak nem köszönhető, mint annak, hogy olyan kollégákkal, olyan szakemberekkel, olyan hentesekkel, olyan elhivatott és lojális kollégákkal rendelkezünk, akik itt vannak körülöttünk. A vadfeldolgozó üzemekben a vadászterületekről beszállított lőtt vadat szigorú hatósági állatorvos vizsgálat során minősítik emberi fogyasztásra alkalmasnak. Az ellenőrzés során nem csak az esetleges minőségromlást figyelik, de különös tekintettel vizsgálják a lőtt vad egészségi állapotát. A hatósági állatorvosi vizsgálat végeztével csak olyan lőtt vad kerülhet feldolgozásra, ami minden tekintetben alkalmas az emberi fogyasztásra. A húsvizsgálat vad esetében egyedi, azonosított egyedek testének a vizsgálatát jelenti. Az azonosítás első eleme a vadászati hatóság által adományozott úgynevezett nagyvadazonosító szám, amelyet az elejtést követően a vadász köteles haladéktalan a helyszínen behelyezni az állati testbe, jellemzően az Achilles-ín mögé. Ezt követően zsigereli a vadat, illetve zsigerelés után hűtőkamrában helyezi el az üzembe történő beszállításig. Már a hűtőkamrában kap egy vonalkóddal ellátott, elektronikusan kezelhető azonosító számot, ezt az üzem bocsátja a hűtőkamra rendelkezésére, és a helyszínen a zsigerelésnél
jelenlévő képesített vadhúsvizsgáló személy, aki tanfolyamot végzett és kapott egy ellenőrzési számot az ezt követően tett vizsgát követően, alkalmazását jogszabály írja elő, meghatározott birtok nagyságon fölül a vadászatra jogosult köteles egy ilyen szakembert alkalmazni. Az elejtő vadász és a képesített vadhúsvizsgáló által rendelkezésre bocsátott információ, valamint az itt megtekintéssel, bemetszéssel elvégzett húsvizsgálat alapján, valamint vaddisznó esetében a húsból annak is meghatározott úgynevezett predilekciós pontjairól, tehát a rekesz izomból, illetve az ujjhajlító izomból kivett mintából végezzük el az úgynevezett trihinella vizsgálatot, ami ugye a mikrobiológiai veszélyelhárításnak részét képezi. A trihinella halálos megbetegedést okozhat emberekben, ezért ezt a helyszínen elvégzett laborvizsgálattal zárjuk ki. A földolgozásra csak ezen vizsgálaton átesett vaddisznó teste bocsátható. Fizikális vizsgálat megtekintéssel kiterjed a testüregre, illetve a kültakaróra, végtagokra, belső felszínre, és bemetszést is ejtünk a húsállomány vizsgálatára, valamint bemetszük a testtájéki nyirokcsomókat, azok közül az úgynevezett állkapocs alatti nyirokcsomót a gümőkoros fertőzöttség földerítése véget. Ha mindezen vizsgálatok elvégzése után negatív a leletünk, akkor tovább földolgozásra bocsátjuk, ugye negatív trihinella vizsgálati eredményt követően az állati testet. A tovább földolgozás az állati testnek a lenyúzásával kezdődik, és ott már eltávolítják az egyedi azonosítókat, viszont a gyártási naplóban szerepel, hogy aznap milyen azonosító számú vad került földolgozásra. Tehát utólagos problémák esetén nyomon követhető a tétel, az aznapi gyártási tétel, és a gyártó visszahívhatja a terméket, akár sajátra, akár a forgalomból. A lőtt vad feldolgozása során a hazai üzemek a legmodernebb technológiával dolgoznak. Ennek része a beszállítástól kezdve a hőmérséklet folyamatos ellenőrzése egészen a késztermék csomagolásáig. A lőtt vad beszállító és a késztermék kiszállító hűtőkocsik folyamatos valós idejű hőmérséklet ellenőrző és naplózó rendszerei, az átvételi helyiségek, a feldolgozó helyiségek, számítógépes hőmérséklet, páratartalom szabályozó, ellenőrző berendezési, a legszigorúbb előírásoknak is megfelelnek. A csontozóból átjött alapanyagot a hűtőbe tettük, onnan kimértük és hoztuk ide a darálóhoz, ami a hús pogácsa gyártásának az első fázisa. A darálás után visszük majd a keverőbe, ahol a fűszerezzük és előkészítjük a hús pogács csázást. Gyártás után lefagyasztjuk, mínusz 38 fokon sokkoljuk egy 10 percig, és utána csomagoljuk. A csomagolás után kap egy címkét, amin szerepel a lotszám, ami végigköveti a termékeket a minőségi követelményeknek megfelelően. Ezen a címkén rajta van a gyártási idő, illetve a fogyasztási idő is. A csomagolás után egyből kartonozzuk, és a kartonos terméket újra fagyasztjuk.
és így várja a kiszállítást. Nagyon nagy energiákat fordítottunk a hazai piacnak az építésére, ezért több multikiskerláncban is bent vannak az új termékeink, amelyet az új továbbfeldolgozó üzemben gyártunk, illetve van olyan termékünk, amelyet a régi üzemünkbe, a tőkehús üzemünkben állítunk elő, például szarvascomb, a szarvas pörkölt apró hús, illetve muflonhús, és ezeket gyakorlatilag bárki meg tudja találni ezekben az üzlethálózatokban. Székesfehérváron is kaphatóak ezek a termékeink, tehát akár a tálcás, akár a tőkehús termékek fagyasztott formában, de akár az erdei Delikátesz üzletünkben is bárkit szeretettel látunk, ott egy szélesebb áruválasztékkal tudunk a kedves fogyasztók rendelkezésére állni, és én azt gondolom, hogy keressenek minket akár a honlapunkon, akár az elérhetőségeinken keresztül, és ki fogjuk tudni szolgálni a vásárlókat. A vathús, mint konyhai alapanyag egyre ismertebbé válik Magyarországon is. A korábbi gyakorlattal ellentétben már nem csak az éttermékben, hanem a hazai áruházláncokban és szakkereskedők üzleteiben érhetők el a vathús készítmények. Múlóban van az a szokás is, hogy csak télen vagy különleges alkalmakkor fogyasztunk vathúst. Egyre többen ismerik fel azt is, hogy a vadételeknek milyen kedvező élettani hatásaik vannak. Ma a paleo táplálkozás divatba jött, amihez nagyon jól kapcsolható a vadfogyasztás. Érezhetően nőtt az utóbbi időben az érdeklődés a gasztronómia, a kiskereskedelem részéről is. Ez segítik a különböző főzőversenyek, gasztronómiai fesztiválok, és emellett keresik a továbblépés lehetőségét a közétkeztetés irányába is. Bár tudjuk, hogy nem fognak két naponta vaddisznót, szarvast adni az óvodákban, iskolákban, mégis többször kerülhetne az asztalra a feldolgozott áru, vagy a konyhába tőkehús. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanitt, viszontlátásra!